egy-két ecset, némi festék és a múzsa csókja elég ahhoz, hogy kisebb átalakításokkal feldobjuk egy szoba hangulatát. Mi ötletekkel segítünk. Hangulatot és formákat fogunk megnézni Nagyváradon, a Saspalotában, színeket és játékosságot pedig Marosvásárhelyen, itt, a Volt Városházán. Ezeket fogjuk majd felhasználni a műsor második részében, amikor egy szobát alakítunk át a szecesszió jegyében. Legyünk stílusosak, költözzünk szecessziós házba. De mennyibe kerül egy 100 éves ház korabeli bútorokkal és egy 100 éves francia borral? Nem kis összeg. Csak maga a bor 250 ezer euróba kerül és Hongkongból kell hozatni. Szecessziós házat 2 millió euróért találtunk. Költségvetésünk nem engedi. Az ötletet viszont nem vetettük el, ezért eldöntöttük, hogy berendezünk egy szobát antik tárgyakkal. Amíg Előd és Péter szétnéznek a régiségek között, mi nézzünk szét a szecesszió mágikus világában. A szecesszió a századforduló jellegzetes képző és iparművészeti, valamint irodalmi irányzata. Főbb jellemzői a nagymértékű stilizálás, a növényi vagy geometrikus mintákra építő hullámzó ornamentika, hangsúlyozás, élénk színek alkalmazása és organikus jellegű formálás. Sokkal inkább egy művészeti irányzat, egy világkép, mint sem egységes stílus. Ezért országonként is eltérések mutatkoznak. Ebben a témában Keresztes Géza műépítész lesz a mai tanárunk. Régiónként így kialakultak ezek a szecessziós iskolák, mint az angol iskola, aztán a belga iskola, vagy jött a bécsi iskola, és akkor a bécsi iskola hatására alakult ki Pesten, ugye Legner tanulmányozta tulajdonképpen a magyar történelmet, és kereszte az ősi forma kincset, de nem csak ő, mert akkor ott Malonyainak ez a kutatásai, a népépítészet, a magyar ház, meg ezek jelentek meg, és akkor a transzilván szellem. Na hát a transzilván szellem az egy kicsit különbözik a magyartól, ugyanis az a helyzet, hogy amíg a magyar az eléggé ilyen dús, addig a transzilván stílus az már egyszerűbb. Tehát nézzük meg Kós Károlynak a Sepsiszentgyörgyi Múzeumát, az már jóval letisztultabb, nincs annyi díszítő művészet rajta. Ugyanakkor átvett a székely népi építészetből azokat a magas tetőket. A 19. század vége fele járunk. Erdélyben a legtöbb városnak nem voltak meg a megfelelő középületei, amelyekben az intézmények működni tudtak volna a kor követelményeinek megfelelően. Ezek a városok, idézőjelben a kisvárosok, Marosvásárhely, Nagyvárad, Szabadka, Arad mondjuk, hát pont a század fordulónál értek el egy olyan fejlődési szintre, hogy szükség volt az intézményhálózat kiépítésére, és akkor a megfelelő divatnak megfelelően építették ki az épületállományt. A Retropolis kamerája két erdélyi városban forgott, Nagyváradon és Marosvásárhelyen. Mindkét helyszínen fontos szerepet kapott a szecesszió. Nagyvárad közelebb volt a központhoz, tehát Budapesthez, tehát így hamarabb elindult a szecesszió Nagyváradon, de viszont az a helyzet, hogy például a nagyváradi Saspalota szerzőpárosa ugyanaz, aki a Marosvásárhelyi kultúrpalotát, jobban a városházát tervezték, tehát így összeköthető. Irány tehát Nagyvárad. A századforduló építészetét Nagyváradon is a bőség és a sokszínűség jellemezte.
A város főtere, a Szent László tér mai arculatát a század előn nyerte el. A két legjelesebb épülete, a városháza és a Fekete Sas palota mellett az úgynevezett Moszkovics palota érdemel említést. A Fekete Sas helyén valamikor egy fogadó állt. 1903-ban a városháza tervpályázatot hirdetett az épület átépítésére, amelyet Komor Marcell és Jakab Dezső tervei nyertek meg. Az építési költségek viszont meghaladták a 600 ezer koronát. A városháza túl drágának tartotta a beruházást, ezért a telket a rajta lévő épületekkel együtt eladta. Két nagyváradi ügyvéd vásárolta meg ezt, és mindössze egy év alatt felépítették a Fekete Sast. Ez az épületegyüttes mára Erdély egyik legreprezentatívabb szecessziós emlékművévé vált. Az 1907-ben átadott épület földszintjén üzletek húzódtak. Itt kapott helyet a Korona kávéház, valamint a Vigadó. Minden szórakozó hely egy épületben. A 100 évvel ezelőtti Fekete Sasban olyan lehetett az élet, mint egy mai mólban. Az emberek eljöttek ide meginni egy kávét és beszélgetni, vagy éppen bevásárolni, szórakozni, vagy korzózni. A homlokzat díszítettsége, a hullámzó növényi dekorációi mind hozzájárultak az épület sikeréhez. A belsők is hasonló gazdagságot mutatnak. Ezekben a termekben több fontos kulturális esemény is lezajlott. Ennek az épületnek a helyén korábban a sasfogadó állt, amelynek nagy termében 1798. augusztus 26-án megtartották az első magyar színi előadást. A fogadót lebontották, és helyére megépült a saspalota. Ennek vagyunk a kis termében most, ahol művészmozi működik, de időnként színházi előadásokat is tartanak. Egy teremmel arrébb furcsa látványt nyújt ez a játékbarlang. A nagy teremben viszont összeszorul a torkunk, ahol a gyönyörű szecessziós díszeket ugyancsak szerencsejátékok asztalai profanizálják. A Fekete Sas árkádjaiból sétáljunk egy másik szemet gyönyörködtető épülethez, a Moszkovics palotához. 1905-ben épült ifjú Rimanóczi Kálmán tervei alapján. Sétáljunk tovább! A bejárat melletti emléktábla arról tanúskodik, hogy ez volt Adi kedvenc kávézója. Ezen a téren található a színház is, amely a szecesszió térhódítása előtt néhány esztendővel épült. Több mint 100 évnek kellett eltelnie az első magyar színdarab bemutatásától, hogy megépüljön Nagyvárad első állandó színháza. Az akkori városi élet kulturális igényét mutatja, hogy egyből egy több mint 650 férőhelyes nagyteremmel rendelkező teátrumot építettek fel. Az 1900-ban megnyílt színház az eklektika jegyeit viseli. A tervezője ugyanaz a Fellner és Helmer építésziroda, amely a budapesti Víg Színház terveit is elkészítette. Az elmúlt években átalakítás miatt volt zárva, de ma már új köntösben várja a színház kedvelőket. Nagyváradról a szecesszió mágikus hangulatával tértünk haza, hogy tovább folytassuk a keresést. Szecessziós bútorokat, lámpákat, dísztárgyakat keresünk, hogy egy átlagos szoba hangulatát feldobjuk. 500 euró. Régiségek között sok szép dolgot találtunk, de költségvetésünk szűkösnek bizonyult. Úgy nézett ki, hogy le kell mondanunk a szoba felújításról. Ekkor jött az újabb ötlet. Egy belső építész segítségével, sok fantáziával és néhány kölcsönkért bútorral jóval olcsóbban kijövünk. Festéket keverünk, aztán neki a falnak. Amíg tart a festés, nézzünk szét egy másik szecessziós erdélyi városban, Marosvásárhelyen. A város első reprezentatív szecessziós épületében folytatjuk a beszélgetést Keresztes Gézával. Marosvásárhelyen a stílus irányzata az úgy jelent meg, hogy megépült Bernáti tevékenységeképpen, előbb a városháza, utána pedig a közműeredési palota. Na hát itten indult el a stílus, és akkor hát ennek megfelelően az általában akkor épülő, kiépülő ilyen középület rendszer ezt követte. Bernáti György polgármester 1905. februárjában hirdetett pályázatot a Városháza impozáns épületének megtervezésére.
Az első díjat Komor Marcell és Jakab Dezső neobarokk stílusú épület terve nyerte el. Később úgy döntöttek, hogy a városháza szecesszió stílusban épüljön. Az első emeleten kapott helyet a díszterem, vagyis a tanácsterem, amelynek színvilága egységes és elegáns. A hullámzó erkélyek oldottságot kölcsönöznek a téglalap alapú térnek. A míves, szecessziós motívumokkal díszített pasztelszerű falakat aranyozott minták díszítik. A terem színes üvegablakokon keresztül kapta a fényt. Bethlen Gábor, második Rákóczi Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos portréja, középen pedig Ferenc József császár egész alakos képmása állt a terem térfelőli oldalán. Sajnos közvetlenül az első világháború után ezeket megőrzés céljából eltávolítatták. A megyeháza tornyában vagyunk, amelynek a tetejét is láthatjuk, de jó kilátást nyílik innen a kultúrparotára is. Irány tehát a Ferenc József közművelődési ház, mai nevén a kultúrpalota. 1913-ra készült el. Budapesti kivitelezők, helyi mesterek dolgoztak rajta, de a zsolnai, sőt a Tiffany gyár munkái is megtalálhatóak rajta. A kultúrpalota bemutatásához több óra sem lenne elég. Gyönyörködjünk inkább egy kicsit az előcsarnokban. És nézzük meg jobban a tükörtermet. A terem a nevét a hármas tagolású tükrökről kapta. Eredetileg az ablaksorral szemközt is tükrök álltak volna. Szállításuk Belgiumból az első világháború miatt hiúsult meg. Most két szervezet, az Orosházi és a Marosvásárhelyi Rotári Téka Klub próbálja ezeket visszaállítatni. Az új tükrök Orosházáról érkeznének. Mák Imre mondja el, hogyan. Orosházán ugyanis egy világszínvonalú tükörgyártó sor is működik az üveggyár keretein belül, és úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon szép gesztus lenne ebből a tükörből, amennyiben igény és akarat van rá, ez a kiegészítés, ez a hiányzó dolog itt megvalósulna a tükörtermen belül. A nehézségekről Kelemen László beszél. Vásárhelyen megvan maga a strukturális, tehát az építkezésnek a teljes dokumentációja, de nincs meg a díszítésre. És ezt a gödöllői műhelyben Roth Miksa meg társai végezték, és próbáltunk ott is utána járni. Vásárhelyen már kimerítettük az összes lehetőséget, új levéltár, mint telekitéka, sajnos nem találtuk a nyomát. Holott magától adja a dolog, hogy ide nem egy zöld vászon illett volna, hanem egy tükör, ami egyrészt megszélesíti a perspektívát, másrészt pedig fényt ad a teremnek, és duplán érvényesülnek ezek a gyönyörű vitrálok. Az első világháború nem csak a tükrök elhozatalát állította meg, hanem a nagy szecessziós épületek kivitelezését is. Az akkori tervek szerint a városházával szemben épült volna meg a vármegyeháza. Sajnálatos, hogy Marosvásárhelyen nem épült meg a vármegyeháza is, ami végül is egy tulajdonképpen egyedi együttest hozott volna létre, így alakult volna ki egy ilyen szecessziós együttes, ahol a városháza, a közművelődési palota és a vármegyeháza ugye elkészült volna. A Komor Marcell Jakab Dezső terve nem valósulhatott meg. Később Kós Károly és Torockai Vigand Ede tervei alapján készült volna el a tornakert mellett. Valahogy így nézett volna ki. A város polgármestere ilyen méltó helyre költöztette volna a Maros-Torda vármegye székházát. Egy másik terv szerint toronnyal is ellátták volna. A megyei székház terve hűen tükrözi Kós Károly tervezői egyéniségét. De ha már ceruzát ragadott meghívott grafikusunk, Banta Anna Mária, megkértük, hogy rajzolja meg a városházát és a közművelődési palotát is úgy, ahogy az első terveken szerepelt. A városházát például egy emelettel kisebbre tervezték. Végül a polgármester javaslatára emelték meg, mert, idézem, a jövendő még számtalan hivatalt hord a méhében.
Az eredeti terv szerint ez neobarokk stílusban épült volna, középen toronnyal. A közművelődési palota is egy emelettel kisebbre készült volna, de amikor Bernádi György polgármester New Yorkban járt, hazasürgőnzött, hogy még egy emelettel meg kéne toldani a palotát. Így hatott az amerikai Metropolis Marosvásárhelyre. A két nagyváros szecessziós díszeiből ötleteket merítettünk a szobánk felújításához. Lakberendezőnk Szakács Ágnes a kór egyik színkombinációját ajánlotta. Én egy zöld falfelületet szeretnék itt létrehozni különböző mintákkal, és hát itt keverem a gyönyörű zöld szín. Szerintem a szecesszióra a zöld nagyon jellemző, és a lila különböző árnyalatai. Ágitól megtudhatjuk az egyszerű megoldások titkát. Arra gondoltam, hogy a végeredmény még szebbé tételéhez egy dekoratív frízt fogok felfesteni a falra, és ehhez egy szecessziós motívumot választottam. Leloptam valahonnan ezt a motívumot egy interiőrről. Na, így néz ki. Tehát az alapötlet az egy szecessziós ihletésű szobabelső. Mivel nagyon sokba kerülne eredeti hiteles tárgyakat összeszedni a berendezéshez, ezért mégis a hangulaton van a lényeg, amit kisebb csalásokkal, ilyen ügyes megoldásokkal értünk el, és hát ez a végeredmény. Össze van rakva egy ilyen sarok, egészen jó néz ki, és egészen jó hangulata, jó ebben ülni, és mennyi idő alatt raktátok ezt össze? Uh-huh. A tulajdonképpeni munka, a falfestés, és a terep előkészítés az olyan 6 órát vett igénybe mindössze. Tehát az nem volt sok, de előtte néztem utána, hogy mit és hogyan. Amivel feldobtuk egy kicsit a falfelületet, az a szegélyként fent futó fríz. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy azért a ház körül kikerült elég sok bútordarab, tehát nem kellett nagyon régiségkereskedésből beszerezni ezeket, mert ez a gramofon például azért csak abból a korból való. Ez az asztal sem kimondottan szecessziós, de a mi indítékunk végül is az volt, hogy egy szecessziósabb hangulatú szóbelső jöjjön létre. A végén sikerült összehozni egy szecessziós sarkot, amelyre az anyagi ráfordítás csupán 25 euró volt. Láthatják, hogy néhány egyszerű ötletből milyen hangulatos teret lehet kialakítani. Reméljük, hogy arról is meggyőztük, hogy egy régi stílusban berendezett szoba lehet más is, mint barna, masszív bútorzatú, dohos levegőjű, unalmas, öreg tér. A sorozat utolsó részében megvizsgáljuk, hogy mit adott az erdélyi építészet az európainak. Áttekintjük a Retropolis eddig feldolgozott témáit, kiemelve az egyediségüket. Szó lesz arról az építészről is, aki az erdélyi népi motívumokat felhasználva világszinten ismert épületeket tervezett. Hogy kiről van szó, kiderül a 10. részből. Ha van ötletünk, hogy hogyan lehet szecessziós motívumokat bevinni a lakásba, írják meg nekünk a retrokukac@retropolis.ro e-mail címre. Várjuk Önöket honlapunkon is, ahol újra nézhetik adásainkat. Ne feledjék, www.retropolis.ro. Thank you.